Üdv mindenkinek! Vajon mennyire lehet rokonlélek két felnőtt ember, akik ugyanazt a pályát választották, de teljesen más irányból közelítettek felé? Egy színész testvérpárral töltünk ma egy napot, én a húggal kezdek, Koltai Judittal, itt Csepelem. Bandi pedig? Én pedig a báttyal, Koltai Róberttel találkozom nem sokára itt a 7. kerületben, ez is egy fontos helyszín ugyanis az életükben, hogy miért, azt majd ő elmeséli. Utána pedig megyünk, összeszedjük Juditot és Krisztát, és mindannyian elmenjünk Dunaújvárosba, Sztálinvárosba, ahol nagyon fontos gyermekéveket töltöttek, és ahol szerintem ki fog derülni, hogy honnan erednek a közös gyökerek, és ez a nagyon erős családi kötelék. Véletlen futottunk össze Endrével, ugye? Igen. Mert Endre az az úr, aki abban a házban lakik, ahol a Robiék is laktak, ugye? Jól mondom? Igen, igen, igen. Hát mit kell tudni ezekről a koltaiakról? Az, hogy egy szuper család volt, nagyon nagy szeretetben éltek, nagyon nagy megértésben éltek a három gyerekkel, hát sajnos az édesanyjuk korán meghalt, aki egy gyönyörű nő volt. Soha nem volt egy hangos hang, egy szidás pedig gyerekkorunkban itten garázdálkodtunk rendesen a folyosókon. Mit? Miket huncutkodtak itt? Hát sivalkodás, énekelés, rohangálás szomszédok legnagyobb örömére. De gyönyörűen szavalt a Pista bácsi is. Remek humora volt, egy nagyon kulturált ember. Könnyeket látok a szemében. Ez meghatódik, mikor múltra gondol, vagy? Hát meg. Hát a háború után pár évvel itt 44 gyerek volt a házban. És ebből most semmi. Köszönöm szépen. Robinak átadjuk az üzvözletét, jó? Ezt megígérem. Köszönjük én szépen, hogy megállt. Minden jót, viszont látásra. Szia, Robi. Jó reggelt, szervusz. 60 éves így bandukoltál, nem? Hazafelé, körülbelül. Ennyire pletykás vagy? Nem, de hogy ez azért neked egy nagyon fontos hely, ugye? Ezt elárulhatjuk, mert én azt mondtam itt az előbb a felkonferáló szövegben, hogy a ti életetekben ez a helyszín nagyon fontos. Hát nagyon, és általában ez a környék, mert mindig valahol itt laktunk. Uh-huh. Ide 57-ben költöztünk, előtt a Izabel utca 11-ben a Sarokházban. Hát, messziről nem kellett költözni? Az 56-ot. Mm. Az ott kellett átélni. A forradalmi, igen. Hello, szia! Régi ismerős? Igen, ikerpáros voltak szemben velünk. Mikor voltál itt utoljára a házban? Most már 2-3 éve nem, mióta a húgom is elköltözött. Tehát, mert a húgom végig apukám lakásában itt maradt. De hát addig feljártam meg, hát én is itt állandó lakosa vagyok a kerületnek. Hát elvileg be fognak minket engedni, becsöngetek jó ahhoz a hölgyhöz, aki megteszi ezt nekünk. Remélem, hogy jó kapucsengőt nyomok, és akkor egy kicsit idézzük fel az emlékeidet itt bent a gangon. Már itt is vagyok Juditnál, ahol állítólag sok-sok családi emléket őriz, úgyhogy be is csöngetek. Szia! Hú, de szép itt nálad. Jaj, köszönöm. Erre fogod. Köszönöm szépen. Hú, hát itt tényleg ide beköltözött a családi gyerekje. Igen. Gyűjtemény, ha jól látom, ugye? Igen, így van. Mik vannak itt nálam? Részben az apu emlékei, uh-huh, a sportvonalon, hát részben a Robi. Igen, mert emlékei. Ő futballedzőként is. Futball szakosztályvezető volt. Futball szakosztályvezető volt, bocsánat. Igen. Vasas Csepel. Mert hogy ezek az erekék eredetileg nála voltak, ugye? Igen. Ameddig... Illetve mi együtt laktunk, tehát aha, ugyanaz a lakás erekéi, vagy az előző lakásunk erekéi az. Amik most itt laknak. Igen, nála. Itt velem laknak. Ott látom, hogy a másik szoba is tele van fotókkal. Igen, hát itt van igazán a fotógyűjtemény, ami a falra elfért ugye egy panel lakásban. Ők apuanyú, ugye? Ők apuanyú, igen, az esküli fotó, is. És külön-külön is. Szép emberek. Ugye, milyen gyönyörű emberek szép voltak. Igen, nagyon, nagyon emberek gyönyörű volt. Emberek voltak. De mind a ketten. Lelkileg nagyon tiszták. És akkor ugye a Robi meg a Vera, mert hogy én egy kicsit később születtem. Igen, hárman vagytok te sok, és a Robi a legidősebb, te meg a legfiatalabb, és van a Vera a kettőtök között. Igen, és nem egészen közöttünk, hanem így közel a Robihoz közöttük van egy másfél év.
Köztetek Robival meg 9? Meg 9, uh-huh. És a Vera meg én közöttem 7,5. Tehát te voltál a kis húg, akire mindenki, akit mindenki óvott, szeretett? Meg elkényeztetett. Azért az nem egy rossz pozíció. Nem, vissza is éltem vele. Mi tulajdonképpen a harmadik emeleten laktunk. Aha, ott valahol? Vagy itt? Nem, ott. Pont ahol áll az a... Aha. A reggel 5:30 körül kiabált a ószeres, tehát itt elkezdett kiabálni, akkor zengett a ház. Ószeres, használt cipőt, ruhát, bútor, tollat, mindent veszek, és zengett a ház. És közben meg nyáron minden áthallatszott olyan szempontból, és tudom, itt az első emeleten lakott egy nagyon súlyosan dohányzó valaki, az elkezdett köhögni, azt nem lehet elmondani, hogy zengett attól az egész ház, de meg így beremegtek a falak, olyan súlyosan köhécselt, vagy ahol ószeresre ébredtem, vagy arra. A barátokkal, haverokkal, akik voltak a házban, föl lehetett venni egyből a kapcsolatot abban a pillanatban, amikor az ember fölélett. Kamaszkori kis kalandokat, hogy hoztam föl a pincéből a fát, és kicsit későn értem föl. Nem tudták a szüleim, hogy mi lehetett ott, hogy mit csináltam ennyi ideig a pincében. Vagy ki kellett valamit találni, vagy... Csak azt mondja, mi van itt a nyakadon? Van semmi. Hát ott történtek nyomok. A dolgok. Hát bizonyos dolgok. Előbb ez az csak... A művészi hajlam, művészeti hajlam ugye Robiban és benned is abszolút ott van, és ez apukátoktól jön, ugye? Is. Elsősorban. Anyu is igen. Művészlélek volt valahol? Igen, ugye? A lelkiekben biztos. Csodálatosan énekelt anyukám. És táncolt egyébként, táncos nő volt, egy kicsit statisztált a Víg Színházban is, a nővérével együtt, és szóval mindig lehetett érezni, hogy közel van ő is a művészethez. Hát az apu meg egy csomó verset tudott, otthon versek között nőttünk fel, szóval én előbb mondtam József Attilát, mint hogy értettem volna, hogy mit mondok. Robi is, és te is ezen az úton indultatok el. Ti ketten egymással mennyit beszéltetek meg abból, hogy szeretnétek vinni ezt a művészi vonalat tovább? A Robi próbált is távol tartani tőle, mert féltett. Féltett, meg ilyen pici, meg... Te voltál a kicsi a családban. Igen, igen, igen. És hogy így effektíve is kicsi voltam. Én nem csak 9 éve voltam fiatalabb, hanem a saját korosztályomban is ilyen 3-4 évvel voltam lemaradva. Úgyhogy szerencsére ez csak így alkatilag volt. Nem azért, mert nem értékeltem volna azt, hogy én milyen kis helyeske vagyok, hanem azért, mert ő igazából egy nagyon mélyérzésű és szerető testvér, és nagyon aggódott. És apukátok mit szólt ahhoz, hogy mind a ketten a színészetet választottátok? Hát az apu, hát az imádta ezt a helyzetet, szóval ott volt a Robi előadásain is, az enyémén is, gyerekszínházban a jegyszedőnénik már betessékelték, úgyhogy mindent látott, ő nagyon büszke volt és boldog. Édesapátok elképesztően jól szavalt. Ezt itt a házban ezt honnan tudják, hogy ő így jól szavalt? Hát onnan, hogy ha véletlenül meghívták valóvá ebédelni, vagy bármilyen alkalom volt, akkor biztos, hogy mondott verset. Uh-huh. Rengeteg verset tudott sportvezető létére. Vasasnak, a Csepelnek, aztán a Dunaújvárosnak, és volt a szakosztályvezetője, a labdarúgó szakosztályvezetője. Tudom rólad, hogy ez neked nagyon meghatározta aztán a későbbi életedben, az, hogy ez jött édesapádtól ez a fajta művészet iránti érdeklődés. Igen. Aztán később Bodrogi Gyulával volt egy nagy élmény, ugye ezt jól tudom? Hogy Bodrogi Gyulát láttad egyszer. Ja, igen. És hogy ez a kettő így összeadódott? A Bodroginak igaza van abban, hogy legalább olyan nagy dolog megnevettetni az embereket, ha nem ócska eszközökkel teszik, mint megríkatni. És nekem meg az a kiinduló pontom, vagy azt lehet mondani, hogy arszpoétikám az életemben, hogy azokat a szerepeket, meg azokat a dolgokat szeretem, amiben mindenfélét lehet. Az általam szeretett filmjeim, amiket a legjobban szeretek, azok mind egyszerre mélyen drámaiak és mélyen komikusak, hogyha jók. A világéletemben úgy magamtól egy kicsit rendetlen, uh-huh. rendetlen voltam, és mégis rendező is lettem, mert vannak olyan szeletei az életnek, amiben igenis rendet szeretek rakni.
Tehát ha rendezek egy darabot, akkor nem vagyok olyan, mint a Koltai Robi, aki írtó rendetlen egyébként. Az apukádat azért ez fölhúzta, nem? Nagyon. Mindig a rendre, meg a mozgásra hívta fel a figyelmemet, mikor ment el dolgozni. Reggel még beszólt, hogy mozi, hogy mozogjak, mert járjak úszni. Nagyon sokszor eszembe jut, és nagyon nagy hatással volt rám, és... De ugyanúgy a mamámra is gondolok, csak apukám főszereplő volt a családban, ez tény. Nagyon zavar, hogy aktatáskával... Add ide, megfogom én. Nem a súlya miatt. Nem azért, hanem hogy miről szól. Hogy ne legyen nálam. Például látod, már a történet. Uh-huh. Hogy miért is feledkeztem én, akkor inkább így vagyok, mert így még jobban szól valami, hogy féltem ezt, ami benne van. Induljunk el a hugodékhoz, és akkor menjünk el Sztálinvárosba, ami azért elég fontos a Dunaújváros. Igen. A Robi mint testvér, mennyire? Tehát nekem van róla egy benyomásom. Ő kifelé ugye hoz egy karaktert, vagy többet is, de hogy hoz egyfajta személyiséget, de hogy ő befelé szerintem sokkal tépelődőbb, és sokkal mélyebb akár. És sokkal zárkózottabb, mint amennyi, lelkileg, mint amennyit mutat. Ez pontos. Ez a családon belül is így van? Tehát mondjuk veled kapcsolatban, tehát neked mikor nyílt meg, vagy nyílik meg? Mik azok a helyzetek, amikor ő az, aki tényleg valójában Koltai Róbert? Amikor valamiben tanácstalan, és még engem is meghallgat. Még téged? Még engem is, igen, mert én mindig a húga leszek. Húga, akit védeni kell, akit távol tartani kell a nehézségektől. De ugyanakkor, amit elmondtál, az szinte hátborzongatóan pontos. Tehát nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon szeretett éhes. Igen, az látszik rajta. És igen. Szeretnivaló, és hogy ő nem tudom mennyire tudja, vagy érzi, inkább érzi, de hogy én nagyon, nagyon szeretem, és én óvnám inkább, hiába vagyok a kis húga. Igen. Nyitok? Hát jó napot kívánok! Sziasztok! Elhagyottuk a házszámok, mindent elrontottuk. Az nem létezik. Puszi, gyere. Egyszer voltam. Egyszer. Ez jó. Na, most már ez egy második alkalom. Az utcán szaladgáló emberek többen művész volt, tisztelt művész. Ez hát úton félre gondolom. Ez így van. Egyébként nekem ez jobban sokkal ez a ülő beszélgetés, mint állni az udvarba, a vigyázba. Hát igen. És a táskámban 20 percig fogtam ezt a halál... Hol a táskám? Itt van, elraktam ide. Itt van. Adjátok ide, hogy ne legyen... Hát, hogy kapcsolódjunk az előzőhöz. Öcsét beállított itt. Nem igaz! Tudom, egyszer mondtam, hogy átveszem a táskát, szívesen fogom. Az már késő volt, hát akkor már a fél, már háromnegyed részét így. Én sem vettem észre, hogy mi zavar. Jó, én rájöttem, a Robi rám szállt. Judit nekem mondta, hogy ő egy picit fél téged, mert olyan sokat válasz. Hát pedig inkább akkor félthetne, amikor nincs semmi dolgom. De? Mert azzal nem tudok mit kezdeni. De hozzátetted, hogy közben nagyon jó, hogy ilyen sok minden van. Igen, mert ettől vagy boldog, és ez a jó, hogyha... Nem boldog, hát hanem én nem lét, hanem nem mozgok, nem csináltok valamit, akkor az a nap az kiesett. A Sose Alunk meg kapcsán, hogy egyrészt, hogy hova ment ez a 25 év, meg hogy... Hát azért sok minden történt. Gondoltátok volna-e, amikor, ugye azt leírod az új könyvedben, hogy azért ez egy viszontagságos úton, módon készült el, meg jött rá össze a pénz, meg... Szóval, hogy úgy nagyon meg kellett harcolni azért, hogy ez az első nagy személyes filmed, ez megszülethessen. Gondoltad volna-e, hogy itt fogsz ülni 25 évvel később, és Los Angelesből hazajöve a felújított kópia, egy ekkora siker lesz, ennyien fogják látni, ennyi mindent jelent ilyen sok embernek. Hát ilyenre nem lehet gondolni. Én azon csodálkozom, hogy engem felvettek a főiskolára. Tehát még itt tartok. Abszolút ott tartok. Az igazi választóvonal az volt, hogy komoly szakemberek el tudták képzelni egy köpcös, recsegő hangú, mutáló
kisfiúról, hogy ebbe van valami színészi véna. Judit, szigorú volt apukátok? Szigorúan fogott? A Robit sokkal szigorúbban fogta, mint engem. Tehát a Robi a folytatás, a pasi, a család, minden. Szóval, hogy a Robival keményebb volt sokszor. Tehát az, hogy cipőd, hogy ki van pucolva a cipőd, szóval, hogy ilyen szinten. Vele kemény volt. Hát velem nem, hát engem csak eltényeztetett. Szeretett és tudott közönségre hatni, meg még legyen az a közönség akár csak a család is, de hát azért fellépett, tehát hogy mondott verset színpadon is néha. Verset is mondott, meg beszédeket tartott, mint sportvezető. Na, tehát hogy vajon miért nem, ő vajon miért nem indult el ezen az úton, ezen a színművészeti úton? Volt ilyen vágya, de nem, ő nem tanulhatott annak idején, mert négy elemit végzett. Ő tulajdonképpen gyerekkorában szomorú bohóc akart volna lenni. Annak idején volt a Jancsi bohóc, és azt ő nagyon-nagyon nagyra tartotta. Az ilyen Hofi-féle napi bohóc volt, aki mindig az aznapi dolgait bevitte a színpadra, ez a Jancsi bohóc. És ez volt a vágya, hogy ő ilyen szomorú bohóc legyen, ezt mondta legalábbis. Ugyanakkor az egyik filmemet többek között ennek köszönhetem, hogy ő elénekelte a Jancsi bohócnak azt a dalát, amit akkor kellett neki rögtönözni, amikor délután meghalt a lánya. Egy felnőtt lánya volt a Jancsi bohócnak. És a cirkuszban mindenki arra volt kíváncsi, hogy na most mit rögtönöz. És akkor énekelte, és azt nagyon szépen énekelt apukám is. A legvége az a dalnak, hogy ebből is látszik, hogy ez valami totál átköltés, aminek se a dallamosan, hogy amikor majd megöregedem, strotyli leszek vén, jókat mulatnak majd a gyerekek, és nem kellek senkinek sem. Hát ez főleg a családnak szánta szerintem, hogy megígérte, hogy egyszer majd megöregszik. Én is emlékszem, hogy énekel. Tényleg? Hogyha majd megöregedem, strotyli leszek vén, jókat mulat majd a gyerekem. Ja, te már így a gyerekem. S nem kellek senkinek sem én. Ezt igen, de nem hiszem. Ez a női változat. A Sose halunk megben gyakorlatilag feltűnik az a férfi, Gyuszi bácsi. Gyuszi bácsi. Aki a filmet is, meg azért a ti életeteket is bizonyos szempontból azért meghatározta, hogy volt benne egy olyan pillanat, ami nagyon benne van ebben a filmben is, hogy ő ki volt nektek, vagy mit jelentett nektek, és mit adott, vagy mit nem adott, vagy mit vett el akár, nem tudom. Nem tudom, abban a helyzetben ez jó volt, vagy nem, hogy kellett vele így menni és csinálni ezeket a dolgokat. Könnyű volt, vagy nehéz volt Gyuszi bácsival inkább? Én kicsi voltam, mindig erre hivatkozom, de az igaz, hogy amikor a Gyuszi bácsi beállított egy gazdálkodj okosannal, és azt kaptam, és boldog voltam nagyon, akkor már anyufrászt kapott. Szóval itt valami történet lesz akkor. Tehát amikor Gyuszi bácsi érkezett hozzánk, akkor mindig valami történet kerekedett, vagy adni kellett neki, vagy kért valamit. Mindig tartozott mindenkinek, jobbra-balra, és mindig nagy hangon, ahogy a filmben is egy nagy hangú ember, mindig nagy hang, ő senki, ő mindent lerendezett, ő már évek óta ki se nézett a lóverseny felé. És közben apukám tudta, mert mindig volt egy-két jó ember, aki mondta, hogy tegnap megint ott volt a bátyád. És nagyon gyakran kellett megmenteni szorult helyzetekből Gyuszi bácsit. És az a családra várt, arra a családra még sokkal kevesebbet keresett, mint a Gyuszi bácsi, és volt három gyerek. Hol engem vitt el szavalni a különböző válfakészítő kisiparosokhoz, akiknek tartozott, és néha szavalnunk kellett, egyszer meg a Jutkát vitt el. Te is felléptél vele? Hát nejlon pöttyös kanadai szoknyácskába, pici volt, énekel, táncolt, hogy elterelje a Gyuszi bácsi a tartozásáról a figyelmet. Ő egy olyan színes egyeniség volt, aki annak a környezetnek, ahol megjelent, mindig szolgáltatta a szórakozást, de a családjának a drámát. Most már mondhatom, hogy én kicsit örököltem, nem tőle, vagy bennem is bennem volt
A szerencsejáték iránti szenvedély. Lehet azt mondani? Igen, igen. Ami mostanában tényleg egyértelműen csak a munkára korlátozódik, de nagyon sokszor meg kellett osztanom a két szenvedélyt, és szerencsére nem a szerencsejáték győzött. Nagyon érdekesen írod, talán Csurka Istvánt idézed, hogy az ember lelke díszbe öltözik, a fesztivál van az ember lelkében, amikor játszik? Amikor megy a pálya felé, tehát tudja, hogy úgy is veszít. Ezt nagyon eltalálta Csurka, ezt a mondatot. Egyébként meg jóba voltam vele, szomszéd pár páholyjal odébb üldögélt a galoppon. A galoppon. Csak ő legálisan volt ott, ő meg illegálisan, mert nem szerettem volna, hogy a család tudjon róla, és feltaláltam azt a fajta menést, ami teljesen egyedi és speciális, hogy mondjuk a Jordán Tamással, aki szintén nem veti meg a játékokat, mentünk ott a ügetőn vagy a galoppon, és határozottan mentünk valamilyen irányba, egy kassa felé, hogy valamit veszítsünk megint. És a Jordán beszélt hozzám, és abban a pillanatban nem tudta, hol vagyok, mert feltaláltam azt a járást, ami ugyanúgy előre is mutató, de már a lábamat, hogyha ide tekertem, akkor már arra mentem azzal a lendülettel. Mert ha megláttam egy ismerőst, aki apukámnak visszamondhatta, foci edzők, meg ilyen, hát lóversenynek. Sokféle arc megfordult. Igen, és én már akkor már arra mentem, és még ugyanúgy magyaráz, és nem tudta, hol vagyok. A lóversenynek meg az elvonó kurája az a Sose aludj meg című film volt, ahol közelről láttam, hogy tudom, hogy 2.9.11-nek kell bejönni. Mert hogy együtt írtuk a Nógrádival, ez speciál, én találtam ki a 2.9.11, nem, nincs benne semmi különös. Tehát tudtam a végeredményt, és mégis úgy tudták megcsinálni a hajtók a felvételen, hogy halára izgultam magam, hogy majd belehaltam, mert a 2.9, mert sokba kerül egy filmfelvétel, tudod? És ahelyett, hogy a 2.9.11-et alakítgatták volna, hogy úgy alakuljon a sorrend, ott volt minden a 5-östől kezdve, a 12-esig, a 7-es, és sehol nem láttam a 2.9.11-et, és a legvégén mégis milyen gyönyörűen bejött. Na de hogyha így meg tudják csinálni a hajtók a végeredményt, hogy én megrendelem, ha más a megrendelő, egy frankó futamba, akkor elképzeltem, hogy én ezért töltöttem ennyi évet itt a pályán. Akkor az ember még mindenről álmodhat, amíg oda tart, és látja a futamot, hogy így jönnek be, és legalább 6-3-as befutót eltalál, és közben mindent elveszít, és közben elveszti az életét, és nem szabad felmentést adni azért, mert helyes a nagypapa, vagy én aranyos vagyok. Nem, ez egy durva, kegyetlen, önző világ, amikor a szenvedély legyőzi az embert. Képzeld el, a nagy utazást az apukánk énekelte. Régebben, mikor mondtam, iskola igazgató volt sokáig, és én aktív volt ezeken az iskolai rendezvények, és diáknap volt. 1200 diák kaposvári sportcsarnok, leült a színpad szélére, és egy mikrofonnal a kezében. Tényleg, neki is hasonló a hangja, mint a tiéd, ilyen rekettesebb. És de ott nem ült, tehát, hogy hasonló. Igen. Azt mondtam, nem olyan? Hasonló. És ott ült a színpad szélén, és ott énekelte a nagy utazást. Itt van előttem a jó volt. És az egész, ezerkét, nagyon emlékszem, hogy nagy zsivaj volt. És mindenki, síri csendet. Fáradnak tűz, mintha nem a régi volna. Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi ház, az a régi égi ház, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember soha el nem téved. Régi láz, a bizonyos égi láz,
tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az éjbe megy a vonatunk, s az éjszaka, mint régi jó barátokat, majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, mint megyünk. Nagy utazás az életünk, de mekkora. Fogom a Robit, mind a két táskát szívesen át. Köszönöm. Jó napot! Szép jó napot! Jó napot! Biztos, Krista vagyok. Ó, azt a mindenit, ez egy diszkó? Ez egy diszkó. Amikor a budapesti belvárosból eljöttetek a szocialista Magyarország egyik mintavárosába, ez egy ilyen, most nem is az, hogy nem a kultúr sokkal lényeg, de ez egy, tehát kiszakadtatok a városi környezetbe, és bekerültetek egy mintavárosba, az nektek milyen élmény volt? Hát nézd, ezt tényleg gyorsan tisztázni kell, hogy a húgom akkor is ugyanannyival volt fiatalabb, igen, mint most. Ja, én azt hittem, tehát amikor én is hittem, hogy nő a távolság. Nem, az csak ő neki milyen. Hát ő, te 3 éves voltál, igen. Igen. De akkor mondja le te, hogy a szocialista Magyarországon mit érzékeltél 3 éves korodban? Azt érzékeltem, hogy egyik lakásból a másikba költözünk. Ki vitt el szépségversenyre? A Liza néni. Itt az anyukám hallani nem akart róla, hogy engem szépségversenyre vigyen a Liza néni, és a Liza néni ennek ellenére elvitt. A Liza néni az később ment Kanadába, apukám húga. Így van. És kiderült, hogy én lettem a második. Na, ettől az apu nagyon pipa lett, hogy mi az, hogy nem én lettem az első, miután csak elvittek, úgyhogy a tanácselnök lánya lett az első. Valamivel jobb volt itt az életszínvonal, mint Pesten. Szerettél itt lenni? Igen, hát nagyon sok barátom volt, és valahogy attól, hogy ez egy ilyen friss város volt, tehát egy épülőváros, minden olyan frissebb volt. És nagyon sok helyről került össze a városnak, tehát a diákság is, rengeteg, tudom, nagyon sokan Ózdról jöttek, mert ott volt Kohó, meg itt is. Aztán a nagyobbik húgunk, aki neki nővére. A Vera, igen. Hát ő később itt járt kohászati technikumba, pedig akkor már nem lakott itt a család. Uh-huh. Tehát ő még így visszavágyott. De visszatérve az akkori Sztálinvárosra, tehát itt úgy, mint egész Magyarország futbólia. Hát most is kicsit az. Futbólia volt, született is egy film, a Csoda csatár. Tehát minden a fociról szólt Magyarországon. És a Csocsó című filmben, amit ugye ezek az évek ihlettettek meg benned, ott is ez van, ott is a futballcsapatnak a teljesítmények körül forog. Hát az benne van az is. Benne van az is, az egyik, na, ez az egyik hogy fontos, hogy a nagypapa ne menjen vissza Tokajba. Igen. Tehát gondolom annyi minden jött ezekből az évekből is, nem? Meg hát jött, megtettük hozzá, tehát itt a Nógrádi Gáborral nagyon össze tudtuk működni. Hát hogy meséljük el ezt a szocialista várost? Hát senki nem gondolta, hogy ebből 280 ezer nézőt behozó film lesz egy ilyen szocialista városról szóló Acélváros című filmnek. És a Csocsóban neked is van jeleneted, emlékszem, a tribünön. Te vagy az egyik bemondónő. Igen. Bemondónő, és a Gallamiki pedig a bemondó. Igen, amikor igen. Éjjel Nagy Sztalin. Hát először ilyen Rákos ilyen a párt, és aztán ilyen Nagy Sztalin. Éjjel Nagy Sztalint, azt talán pont te mondod, nem? Igen, meg közösen is mondjuk, meg a megbonthatatlan szövetség is fontos. Anyukátok nagyon korán ment el, ahogy a miénk is, és abban
abban az az érdekes a számomra, hogy ugye tényleg látható, hogy a mai napig nagyon szoros köztetek a kapcsolat, és ahogy beszéltek is érzem ezt a szeretetet és ezt a kötődést, és hogy ilyen fiatalon száll ki, ahogy a Robi mondta, a családnak a lelke, vagy hát a szíve, a motorja. Igen. Az hogy változtatta, vagy megváltoztatta egyáltalán a kötelékeket? Nem csak a család szívét veszítettük el, hanem én azt a köteléket veszítettem el benne, amikor elvesztettük, aki a családhoz kapcsolt. Szóval ugye a testvéreim mind nagyobbak voltak, mint én. Abszolút más baráti körük volt. És az anyukám volt az, aki a... Hát a köt... Hogy mondjam, ő volt a kötél, a kapocs. Én inkább ahhoz kapcsolódik, amit még anyukánkról mondott, hogy mennyire szeretett énekelni, meg mindig dalolt, és az olyan helyes, hogy szinte egy dalnak se tudta a szövegét. Tarariirara, színezüst erdők, tarám, piririm, és volt egy-két ilyen dal, ami soha nem az volt a lényeg, hogy mi a szövege, hanem hogy milyen szívből. Neked volt ilyen, hogy a húgodra, homlokodra csaptál, hogy úristen, a húgomból is színész lett? Igaz, hogy egy másik vonalon, mint ahol te mozogsz, másfajta ágát űzi, de... Nem űzi egyáltalán, hát ugyanazt a fajta színészetet űzi, csak az alkatunk más. Tehát egyrészt, hogy ő lány, én meg fiú, ez nagyon fontos, igen, és ezt, amúgy meg... Ezt észrevettük, igen. Amúgy meg, tényleg? Hát nem tudtam, hogy ennyire értelmes emberek. Na ez nekem egy ilyen... Én most, hogy mondod, megnyugodtam, mert sejtettem. De az, hogy ki mit játszik, mibe kerül bele, hogy alakul az élete, hát az ezer dologtól függ. Én nekem azt is elmondhatta volna Jutka, hogy mekkorát buktam például a Gentlemanekbe. Főiskolai vizsgálódás, amiben csak belekeveredtem. Én ezt nem érzékeltem bukásnak. A többieknek nagy sikerük volt, mert egy zenés vizsga, ami nem a mi osztályunk, és az Esztergáros Cili dumált rá, hogy legyek benne. Az olyan volt, hogy az elintézte, hogy én csak Kaposvárra kerülhettem. Hiába volt akkor egy nagyon nagy sikerű vizsgánk, utána a Gondnok. A Gondnok, ami viszont legendássá vált darab lett. Az legendássá, de addigra már elterjedt, hogy ez használhatatlan ez a pont. És hálás lehetsz, mert Kaposvárra kerültél, ami aztán meghatározta a pályádat erősen. Ebben neked 100%-ig igazad. Köszönöm szépen. Köszönjük az itt. Most de tényleg, mert néha... De abszolút. Nekem az egész igen. Pályám arról szól, hogy... Döntően arról szól, hogy ami az első pillanatban katasztrófának tűnik, abból lehetnek a legjobb dolgok, mert pont a Kaposvári Színház volt az, ahol senki nem akart menni, és ott végül egy olyan csapat kezdett el összetákolódni, akik végül elindítottak valamit, amitől más lett a Kaposvári Színház, és népszerű lett. Egy pár éved neked is volt lent Kaposváron, Jutka, nem? Igen, 78-ig? 78 és 80 között 78-80 volt. Között. Igen, amikor én hivatalosan leszerződtem Kaposvárra, akkor a Robi meg vendégként játszott a Ne bánts virágot. Ez volt 78-ban. Úgyhogy végül is voltunk egy időben lent, csak éppen nem egy darabban. De még nézzünk egy kicsit körbe a városba, azt javaslom, menjünk egy kicsit, szívjunk friss levegőt. Effektíve itt magán ezen a helyen játszódott a Csocsó? Itt, ahol most állunk? Hát itt zajlott, nem itt játszódott. Ebben az utcában volt a május elsőjei felvonulás. És még most is május egy utca, ott legalábbis ki van írva oda alulra. Igen. Bartók Béla tér alá. Uh-huh. Ott a víztorony, az is látszott. És akkor itt állt a tribűn, ugye? Valahol. Ott valahol, ahol a kocsi, uh-huh. Az a mikrobusz áll. És neked ez egy, hát mondjuk így emlékezetes forgatás volt, mert fölhúztak téged valami... Hát többszörösen emlékezetes. Nagyon magasban. Hát az csak a technikai és a truváj része volt, hogy a tériszonyommal együtt ezt bevállaltam. Nem, hát maga megcsinálni azt, hogy hiteles legyen egy ilyen menet, és hogy ilyen jól játszanak a színészek. Itt rengeteg színész parádézott a tribünön is. A dísztribünön itt az egyik. Díszpint. Aki a Gallával kajabálta.
az elvtársi bemondásokat. Igen, üdvözöljük a nem tudom milyen... Megjött a kenyérgyár, akik 150%-ot teljesítettek, de jövőre a minőségre is odafigyelnek. Igen, tényleg. És akkor az iskola is itt forgott, ugye? Mert hogy itt van a Vasvári itt iskola, kereszt, ahol keresztben, elvileg be is tudunk tehát van menni. Egy átjárás, hogy aha. Keresztben indulunk, akkor meg. Jó, nézzük meg. Menjünk akkor. El oda. Tehát kapukkal várnak minket már az iskolában. Tényleg. Pillanatra annyit kitárad a karodathoz. Így mehetek? Hát nem lehet, hogy végig egy én mostantól így jöttem. Én neki nyugodtan, nagyon ért a táskavívéshez, nagyon ért. Állam mutogató, és kezemben van egy táska, már reggel. Én fogom így a táskádat. Itt jött a Pogány Judit, és mondta, hogy bejutunk verébe eltárs. Bejutunk verébe eltárs. Jó, mert hogy az NB1-be, ugye? NB1-be, aha. Igen. Bejutunk az NB1-be. Minden azon múlt, nekünk a családunkban azon múlt, minden apukám a foci vezetője volt, és bejutunk be kellett NB1-be? Jutni. Valahol igen, mindig. Innen jött ki a... Akkor itt volt a szekrény viszont. Igen, nézd, itt állt a most szekrény. Már ide lett téve egy és szekrény. Itt állt a Stól András. És ide rántotta be a Kovács a délt, és nem bírt magával, és aztán jöttek a gyerekek, és akkor... Hát szerintem inkább itt volt a szekrény. És itt ide húztam. És hogy Mandika, ne lássam. Lehet, hogy már jobban, mint nem, a rendezve de, nem bizt, de lehet, hogy jobban tudom. Ez hihetetlen. Hogy álljunk meg egy pillanatra, mert itt meg szeretnék emlékezni egy nagyon-nagyon fontos színészbarátomról. Kiről szeretnél megemlékezni? Arról a színészbarátomról, aki Kaposváron nemrég halt meg, Spindler Béla. Itt is, a Csocsóban is varázslatosan játszott. Ő volt, aki a csasztuskákat kitalálja meg motorral. Sokat dolgoztatok is együtt, igaz? Barátságról nem is beszélve. Hát hány évtizedes barátság volt ez? Itt a barátság meg a munka az összefolyt, mert én olyan mennyei nagy színésznek tartom őt, ami nem lett, mint sok más megfelelően elismerve. Mások, mindenki. Szóval én azt mondom, hogy Kaposvári Színházban nagyon sok nagy színész volt, és nevelődött, és lett, de egyik se volt jobb, mint a Spindler Béla. Ja, azt felújították. Felújítva az a ház, úgyhogy igen. Azóta is így más ház felújítva. Ez jó. Igen. Minden jót kívánok. Viszlát. Viszont. Milyen lépés? Na, egy amit kicsit meséltem, jöjjünk. Hogy a lóversenyen, hogy na, hogy szóval tudtam két irányba menni, hogy, na, mutasd. Hogy a lóversenyes... A Jordánnal így... De akkor honnan kéne nézni? Én vagyok Jordán Tamás. Jó, te beszéljél, én meg megyek, ti meg onnan nézzétek jó, mi meg onnan ezt, nézzük, ezt a mozdulatot, igen. Hogy két ember, két normális sem. Tessék! Különben is megmondtam, hogy a múltkor ne tedd meg azt a hatost, mert ha megtetted volna azt, amit én mondtam a négyes, meg a hármast, akkor ott lettünk volna, és különben is megnyerted volna a pénzt. És ugyanúgy mentem tovább a múltkor, és már 40 méterre voltunk. De elég jó? Elég jó. Ez jó. Ez jó. Még nem tettem bele a filmbe. Na tessék, akkor most a miénkben benne van. Még egyszer szeretnéd? Jó. Hogy még jobb legyen. Akkor de előrébb menjetek. Végre kapunk egy kis ízelítőt Robinak a maximalizmusából. Várj, most valami más turit kéne mondanom. És tessék! Titi bácsi mondta, ötszörös champion, tuti befutó, ezt hatszoros kell megtennünk, hatszoros champion. Igen, de hiába mondtam neked, hogy hatszoros champion, neked kellett volna megtenni, nem nekem, hanem neked. Ebben a házban lőttek be 56-ban? Azt jól tudom. Igen, és ott a kis szoba ablakba. Erkélyed a nagy szobánk volt. És onnan. Anyukám a kis szobában nézett ki az ablakon, és ahogy eljött az ablaktól, egyszer csak egy golyó bevágódott az üvegen keresztül, ami keresztül ment az előszobán, és apukámnak a viharkabát zsebébe kötött ki. És ha megfordulunk, akkor itt láthatjuk ezt a Móricz... Bocsánat, ezt a Móricz Zsigmond iskolát, ahol én szavaltam, tehát már úgy belaktam, mire
visszaköltöztünk újból Pestre, és soha nem felejtem el. Itt állt a teherautó, amin a cuccaink voltak fölrakva, 57 tavaszán, és a fél iskola ott volt a zsibongóba, egy-két tanár is, de a gyerekek mind, hát elég népszerű voltam, mert fociztam is iskolaválogatottban, meg szavaltam. Uh-huh. Mint Sztálinváros legjobb ifjú szavaló. Nem, lábjegyzet, minden nem érdekel. És ott állt az egész iskola, és integettek. Tehát ez a kép megmaradt. Jártunk ebédért, emlékszel arra, Robi? Hogy hát hogy ne, én jártam ebédért, azért igen, nem. Jégért, ebédért és fáért a Robinak. Igen, de Sztálinvárosi ebéd az itt volt. Föl kellett menni emeletre. Emeletre a kajáért. És szemben, a lépcsőházzal szemben volt az étterem, ami egy lakás hát volt. Hát egy lakás volt. Pont úgy nézett ki, mint a mi lakásunk. Na, és volt nekik egy nagy, szép farkaskutyájuk, de én akkor ilyen kis kicsi voltam, és de az kim volt a pályán is a Luxi. Luxi volt mindenhol. És akkor mentem, én nem tudom, hogy miért éppen én is mentem ebédért, arra már nem emlékszem, csak arra emlékszem, hogy rohadtul féltem a kutyáktól. És a Luxi volt ekkora, én meg voltam ekkora, és hogy érezze a szeretetet és a törődést, ezért én szép nagyot köszöntem neki. Csókolom, Luxi bácsi, és úgy mentem meg. Azt hiszem, női kutya volt az illető. Pláne. Luxus nő. Egészen az utca végén van a művelődési, ez színház. Akkor igen, most már színház. Most már színház, akkor műfáz volt. Most már színház. Oda még bemegyünk. Többször is jártam. Jó, isteni lesz. Első felsülésed helyszínére fáradjunk be. Nem, itt az első komoly darab megdicsülés. Megdicsülés. Jó napot kívánok! Jó napot kezdj kívánok! Csokolom. Kezdj csokolom! Jó, de szép lett. Tudom, hogy a véredben van a zene, meg a muzikalitás neked is, és hát a mindenféle színházi tevékenységednek komoly része az, hogy énekes szerepeket is válasz. Hát ugye például Szabó Győzővel Bicska Maxit és Koldus Opera Át dolgozást énekeltetek. Azt hogy éred meg, és bocsánat a direkt kérdésért, hogy ez a rengeteg munka neked a műfaj miatt is talán, de nem hozott akkora ismertséget, mint mondjuk a Robinak a saját. Szintén rengeteg munkája is elképesztő tehetsége. Nem lehet összehasonlítani, tehát nem vetélkedés van, hanem másik fajta út. A gyerekszínházban volt egy filozófia tanárunk, és akkor egyszer egy filozófia órán volt téma a siker. És mindenki mondta, hogy hát a siker az az, hogy így megismernek az utcán, meg úgy, meg ilyesmi. És én meg azt gondolom, hogy az a siker, hogyha tudok adni, meg a nézőtérről visszajön valami, és akkor van egy közös egymásra hatás. A legnépszerűbbe keveredtem bele véletlenül. Illetékes elvtárs. Tehát ezek mind ilyen sikerek, de ettől nekem még úgy kellett játszanom tegnap a Katona József színházban a mi osztályunkat, hogy tegnap ölelt magához, és még utánam is nyúlt, pedig egy beugrás volt, amit ünnepelt nagyon a Máté Gábor, de azt mondja, gyere, hadd öleljelek meg. És ezt két éve játszom már. Tehát erre vagyok büszke, nem arra, hogy engem megismernek, meg hogy leszólnak. Meg. Ez jól esik meg, ez egy mellékszál. Az a lényeg, ami tegnap este történt. A többi meg csak mese. Ezen a színpadon viszont mindketten álltatok, nem? Tehát volt versszavalás, itt mindkettőtök ülünk. Egyébként te itt voltál, hogy a szépségverseny itt volt. Ezen a színpadon volt a szépségverseny. Hát itt a babákat mutogatták. Nem tudtam, hogy ezen volt. Na hát. Hogy amikor színpadon állsz, akkor ki van ott benned? Ki mindenki van ott benned? A családi? Anyu is van és apu is. Egy rendkívül megrázó élményem van ezzel kapcsolatban. Játszottuk a Tótékat, amiben én Ágikát játszottam. És a Fáklya klubban léptünk fel vele, és aznap halt meg apu. De én akkor azt nem tudtam, én úgy mentem haza, hogy úgy találtam. És másnap ugyanúgy Tóték volt. Csak a színházban, és hát szóval végig, amikor ott voltam a
az Ágikában, akkor ott volt az apu. De jó is az, hogy ott van bennetek, nem? Ez így jó. Mondj valamit. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, és én azt remélem, hogy most egy igazi, őszinte olyan koltai testvérpárt láttak, akiknek megmutattuk azt az arcát, amit mi magunk se ismertünk, viszont a könyvben már föllelhetük Robiról legalábbis azt, ami ott benne van. És amit a filmjeimben meg a színpadon valamennyire ott van, de az emberi arc azért az megbújik a részletekben. Jaj, de szépen mondtad. Szeretek moralizálni a végén, nagyon, viszontlátásra. Igen. De a verset és szeretnénk, ha elmondaná, Robi. És akkor mondasz egy verset. József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, és míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk. Ülj le közénk és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, melytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castor, Madame Sosá testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szavadon át nem üt a zaj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rák, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, honnan úszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol felolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak. Férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged. Mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy európait. Tetszett a műsor? Van ott még, ahonnan ez jött, ne maradj le róla. Iratkozz fel. Itt.